A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség által biztosított TAO támogatási lehetőségnek köszönhetően újította fel a Vesség tornacsarnokát a Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft. A 39,3 millió forintos beruházásnak köszönhetően teljesen új belsőt kapott a negyedszázada épült létesítmény. Új küzdőteret kapott keményfa parkettával, rugalmas keményfa parkettával, ki lett festve az egész tornaterem, 6 darab új plexipalánkot, amelyikből 2 versenypalánk, és a tetőt is kompletten el kellett bontani, szigetelni, fóliázni, újra rakni, és ezen kívül teljesen a komfort, a 4 öltözőt is teljesen felújítottuk. Gyakorlatilag a falig le volt verve minden, új burkolatokat, új szanitereket, új öltözőpadokat kaptak az öltözők is. Az intézményt fenntartó Földművelésügyi Minisztérium is hozzájárult a felújítás költségeihez. Nyíregyházán egy olyan projekt részesei lehetünk, ahol összefogott a kosárlabda sport, összefogott a város és az intézmény működtető minisztérium. Ez az összefogáshoz 10 millió forinttal járult hozzá a Földművelésügyi Minisztérium. Ugye nyilvánvalóan ez a beruházás nem csak a kosárlabda sportot fogja segíteni, hanem azok a fiatalok, akik a Vességbe jelentkeznek, nagyon korszerű körülmények között töltetik a mindennapos testnevelést. A megújult csarnokot az intézmény több mint 500 diákja mellett a Nyíregyházi utánpótlás csapatai is használják majd, valamint a Marsó Nyíregyháza edzésének is otthont ad a Vesség terme.